Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most kapcsolódik be a műsorba, meg annak is, aki eddig itt volt. Sokat beszélünk az elmúlt hetekben a magyar film sikereiről, természetesen a Saul fia kapcsán, de sok más magyar filmnek is vannak nagyon jelentős sikerei. A Hivatal című film most épp a legjobb forgatókönyvnek járó díjat kapta. Tavaly Dobos Tamás operatőr a legjobb operatőr díját kapta a 12. Aranyszem Operatőr Fesztiválon TV-film kategóriában, szintén a Hivatalért. Vendégem Szőcs Petra, forgatókönyvíró, és Gerő Marcell producer. Jó reggelt kívánok! A Hivatal egy elképzelt, fiktív bevándorlási hivatal ügyfélszolgálatának a mindennapjairól szól. Nehéz elképzelni azt, hogy ez egy érdekes téma, és mégis, amikor az ember belemegy a részletekbe, nyilván én elfogult vagyok, mert engem ez érdekel újságíróként, elképesztően izgalmas. Például amiatt is, hogy olyan szereplőkkel játszatják, akiknek közük van a témához. Egy icipicit hadd beszéljünk a szereplőkről. Kikkel készült ez a film? Hát a szereplők nagy része amatőr, és a saját történetüket játsszák többé-kevésbé. Honnan jöttek? Kik ők? Mennyi idősek? Mióta vannak itt? Mióta várnak, hogy bejussanak? Mit tudtak meg róluk? És egy forgatókönyvíró milyen eszenciát tart meg azokból a sztorikból, amit gondolom az írás előtt feldolgoz? Nagyon sok sztori volt, mert a rendező, Nagy Viktor Oszkár már fél évvel azelőtt, hogy engem megkeresett volna, egy csomó anyagot gyűjtött a bevándorlási hivatalban, és azok közül, tehát abból az anyagból kellett kiválasztani egy pár ember történetét, amiből aztán összeállt a film. És hát aki a legtöbbször szerepel, a Turánkaja, ő tényleg Magyarországon élő bevándorló, és ő családjával több mint 20 éve élt itt, és mivel munkanélkülivé vált, ezért kiutasították az országba a családjával együtt. Ez egy fiktív hivatalnak a TV-filmben feldolgozott munkája, eredménye, ugyanakkor Nagy Viktor Oszkárt, mint rendezőt és forgatókönyv írótársat, hallatlanul legitimálja az, hogy ő ezzel a témával nagyon régóta foglalkozik. A Két világ közt címmel dokumentumfilmet készített a magyar menedékkérők helyzetéről, Felső parancs című dokuban folytatta ugyanebben a témában a vizsgálódását. Érdekes, hogy azok doksik voltak, ez pedig ugye egy film. Hogyan lehet ráncba szedni egy rendezőt olyankor, amikor egészen más filmes eszközökkel dolgozott korábban? Hát szerencsére a Viktor semmilyen értelmű nem kell ráncba szedni. Biztos voltam, hogy ezt fogja mondani. De azt én mindezeken a filmeken, amiket ön is említett, ezeken közösen dolgoztunk az elmúlt évek során. Régi társ. Igen, hát igazából mi osztálytársak voltunk a főiskolán. Még onnan, régebbi társ. Onnan van a kapcsolat, szerencsére. És hát egyrészt a Viktornak mindig is volt egy nagyon intenzív érdeklődése a fikciós filmkészítés iránt is, a dokumentumfilmes mellett, úgyhogy ilyen értelemben semmifajta kényszer nem volt az, hogy most ebben az esetben egy fikciós formában fogalmazom meg egy olyasmi történetet, amivel korábban dokumentumfilmes formában foglalkozott, és másrészt pedig ugye nagyon fontos az, hogy a dokumentumfilmes háttér borzasztó nagy szerepet játszott ennek a filmnek az elkészítése során. Az a tudás. A tudás is, meg a megközelítési mód is. Tehát az, hogy fél, ahogy a Petra is mondta, fél éven keresztül bent ült a bevándorlási hivatalnak az ügyfélszolgálatán, és nagyon sok apró megfigyelés révén gyűjtötte a történeteket, a tapasztalatokat, és egyáltalán azt, hogy milyen egy ilyen közegnek a hangulata, mik a pici rezdülések benne. Tehát magyarul az, hogy minél hitelesebb tudjon maradni fikciós formában, és ugyanaz a valószerűség meg legyen benne, mint ami a dokumentumfilmes munkáiban megvan. Két nagy jelentőségű számomra kérdése van a filmnek, és mind a kettőjükhöz fordulnék a kérdéssel. Az egyik az, hogy amikor össze kell rakni a történetet egy ilyen hiszterizált környezetben, ahol annyi közhelyet, annyiféle politikailag motivált, jobbról, balról, fentről, lentről motivált üzenetet hallunk a menekülőkről, a bevándorlókról. Hogyan lehet
azt az erkölcsi felelősséget megragadni, hogy hogyan áll össze ez a film. Mi az üzenete, ha van neki olyan? Nem tudom, hogy volt-e ilyen szándék. A másik pedig az a finanszírozással függ össze, ugye ez egy belügyminisztérium által koordinált integrációs alap keretből megvalósított film, ami potenciálisan azt a súlyt teszi a filmkészítőkre, hogy meg kell felelni valami elvárásnak, hogy kvázi lehetne propaganda is, de mi mellett vagy mi ellen. Tehát ez egy nehéz helyzet. Hát szerintem nincsen üzenete, vagy legalábbis én nem tudok róla. Viszont a sokszínűségében szerettük volna bemutatni ezt a bevándorlási hivatalt. Örülök, hogy ezt mondta, nem akartam kilukadni arra, hogy kisajtoljak egy üzenetet. Egy nagyon más korban készült, mint a mai, bár egy évvel ezelőtt volt a bemutató. Érdekes, hogy ezt mondta. Nagyon más korban készült. De szerintem ez az utolsó olyan év, amikor ő teljesen máshogy lehetett erről beszélni, mint ma. Tehát pont tegnap beszéltem Viktorral arról, hogy most milyen filmet készítenénk ugyanebből a témából, és azt mondta, hogy teljesen más. Ha. És szóval hát most nyilván a menekültekről lenne szó, itt pedig bevándorlókról van szó. De a bevándorlási hivatal menekültekkel is foglalkozik, tehát akkor oda kerülne át a súlypont, hogyha ma készítenénk. És ez egy nagyon ideális bevándorlási hivatal, tehát itt a hisztéria is csak nagyon áttételesen érződik, tehát ma ez is máshogy néz neki. Úgyhogy úgy nézem, mint egy emléket, bár nagyon, mindig nagyon aktuális és nagyon közel van. De a helyzet az ugyanúgy aktuális, de a hangulat teljesen megváltozott azóta. Megdöbbentő, amit mondott egy tavaly készült filmről, hogy nagyon rég készült ez a film. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és mindenkinek szeretném felhívni a figyelmet a Hivatal című tévéfilmre. Nagyon-nagyon érdekes.